kapni a labdába, de nem tudja elhozni. És ez pedig egy könnyű zicsel Laporniktól. És a Szegednek eddig két kísérlete volt, mind a kettő lejött. Megint Persons erőlködik középen, de ezt most bedobja. Már kéri a 2-2-t Tóttól. Nagyon szépen visszatett labda, és ott már nem is érdemes bántani Tót. Austin keményen megtámasztotta őt. Tóth megpróbálja beforgatni, Austin sikerrel jár. Dobott eddig a meccsein, a Szeged pedig 650-et, tehát azért ez egy jelentős. 6-0 után 10-7, magára talál a Szeged. Tóth, ha nem lépnek ki rá, dobni fogja. Nagyon szép játék, és egy gól jó falt. Hunt, az a passzolós fajta, csak ha nagyon muszáj, Szatmári még egyel tovább, Keller a sarokból. Ott is van az első triplája Keller Ivánnak. Persons még beviszi, kicsit túlerőlködte ezt a dolgot, de legalább van támadó lepattanó. Renovac tovább. Aska eladja a labdát, vagy Persons szerzi meg, mindegy, hogy fogalmaz az ember, és Persons dob egy újabb kosarat. Bognár próbálja végigvinni Tóth mellett, és nem csak próbálja, hanem végig is viszi. Ez pedig egy gólyó falt Drenovácnál. Öböl Persons megindul, és be is fejezi gólyó falta a Kerpel Frónius mellett. Marad a 8 pontos differencia. James, most ő is végig tudja vinni. És Persons labdát szerez, kiszedi a labdát Kerpel Frónius kezéből, ez pedig Kuk befejezi. Tóth Ádám, ott a befutó ember, ez szép. Egyelőre Kuk még csak 4 pontnál tart. Itt viszont nagyon szépen beültette a hintába Lapornikot, és bedobja falttal együtt. Tóth, James lép be, és van egy ütközés, de ez jó neki, mert bedobja. Megint besasszézott Drenovác. Az viszont jó. Kuk. És ő bedobja. Pont amikor lejárt volna a támadóidő, és akkor, amikor lejár az első félidő, és ezzel 7 pontos előnye van a Szegednek. 49-42 tehát a szünetben a vendégeknek. Persons nehezen szabadul a labdától. Bognár. Az igen. És hívja a játékot. Austin egyből beleáll, és dob egy hatalmas triplát. Jön egy dupla válasz. 13-ból 2 dobtak be mindössze a hazaiak, hazai gyűrűre. Bognár, az viszont jó. Szeged támadó potenciáljáról. Bognár az előbb bement, most is bemegy. Újabb 3 pontos. De 7 pont volt a szünetben, hát ehhez képest most 20-nál tartunk. Dzseletovics. Elkéri Kuk, hogy be tudja forgatni Kerpel Froniuszt. Az igen. Hát nagyon elkapta a fonalat. 25 ebben a negyedben a Szegednek. Lejutatják Drenovácshoz a labdát. Dzseletovics. Bognár. A harmadik 3 pontost is bedobja itt a negyeden belül. Dzseletovics dobócsel, kipasszolja Thames tisztán. Az jó. Lenne, hogy végbe menjen hazai részről, hogy megfordítsák ezt a mérkőzést. Thames, még egyel tovább, Aska. Szép befejezés. Tóth. Szép befejezés. Ellentmondás nem tűrően fordult be. Hunt. Még egyel tovább, Cook. Bedobja, mint hogy ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Elengedi a hármast, bedobja a hármast. Mind két triplát, és ezzel azt gondolom, hogy oda minden reményük. A Szeged a mérkőzés egészét figyelembe véve a legkevesebb pontot dobja ebben a negyedben, de már teljesen mindegy. Szépen érkezett Thames, és leblokkolta Drenovác elől egy könnyű zicser. Ez a 79-97, ez lesz majd a végeredmény a mérkőzésen. 18 pontos szegedi siker, megérdemelt szegedi siker. Cook és Persons vezetésével, akik 27 és 26 pontot dobtak. Kiváló Bognár Kristóf teljesítménnyel, 17 pont, Austin 13, Hunt 9. Azért az mindent elmond, hogy 3 pont hiány, 100-at dobott a Szeged.